rendelkező tudományos fokozatokkal ellátott tudósok is tévedhetnek, akkor én meg pláne. Akkor én meg pláne, nem, ugyanis mivel átvágták a szaglóideget, ezzel a mágneses részecskéknek az áramlását, illetve a mágneses részecskék által generált impulzusok útját is elvágták, és ebből születnek az ilyen téves megállapítások, hogy a galambok a szaglás alapján tájékozódnak. Na most, ez a része, a mágneses rész, ez csak egy kitérő volt, viszont a győri, budapesti és a debreceni galambok összehasonlítása a következő részhez szükséges nekünk. Tehát azt állítottam, hogy a galamboknak is van egy belső órája. Amikor forgattuk a csődör módszerrel, tenyésztés a csődör módszerrel videót, akkor megjegyeztem azt, hogy nekem van egy módszerem, rávilágításos módszerem, amivel a októberi fiatalokat a tavaszigén szépen ki tudom vedvetni. Na most ezt is a belső óra irányítja, mégpedig úgy, hogy én a belső órát becsapom. A belső órát becsapom, és akkor itt szeretném megmutatni azt, hogy mennyire be lehet a természetet csapni. Ha valaki visszanézi a tenyésztés csődör módszerrel, és a felével megbeszéltük azt, hogy akkor ez a galamb 7 tollon át. Akkor ez a galamb 7 tollon át, jelen pillanatnyilag 3 tollát nem dobott még ki. Igen. Ugye, ha emlékeznek rá, ez a galamb volt az, aki elröpült a kezemből. Igen. Hát együtt felröltöttem, nem mondhatom, hogy csúnya. De hát ez bizonyíték arra, hogy akkor 3 tollon át. Tegnap a felvétel kedvéért megnéztem, hogy melyik galambot választom ki, ez éppen tennap dobta el, ugye kívülről a 4. evezőt, vagyis a 6. evezőt, éppen tennap dobta el, tehát a 10 napos vedlési periódus tökéletesen tartja a mesterséges megvilágításnál is a galamb. Tehát ez egy bizonyíték a belső óra működtetésére. Aztán erre a kis fakótarkára is biztosan emlékeznek. Ez akkor még nem dobott egyetlen tollat sem, mert ez a legkésőbbi. Tehát ez is eldobott már 3 tollat, és tegnap kidobta a 4. Illetve 4 tollat, és tegnap kidobta már az 5. Tehát ez is megfelel a természetes vedlési ciklusnak. Na most, a természetes és mesterséges vedlés kapcsán azért szeretnék egy-két dolgot elmondani, mert ha jól tudom, a honlapomon először én hoztam nyilvánosságra a elsötétítéses és a mesterséges vedletés, illetve versenyzés technológiát, amihez azért van... A mesterséges vedletési technológiával fogjuk folytatni. Így van, így van.